Köszöntöm a Trio TV nézőit! Üdvözlöm azokat is, akik a PR Telekom digitális hálózatán néznek minket. Ha még nem találták volna meg a Trio TV Dunántúl adását, frissítsék a csatorna beállításokat. Mai műsorunk tartalmából. Gyógybornapok 2017. Meglepetés vendég és új kisfilm a sajtótájékoztatón. Három uniós forrású pályázatot is nyert Bükk. Edzőpálya átadó Bükkön már három pályán rendezhetnek hivatalos mérkőzéseket. Második lett a megye 2-ben a büki foci csapat, de így is feljuthat. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Július 19-től 23-áig Bükkfürdő lesz a megye fesztivál központja. Kultúra, gasztronómia és minőségi szórakoztatás. Ezt ígérik a szervezők a 12. Gyógybornapok és Büki Gasztrofesztivál 5 napjára. Június 14-én Bükkfürdőn egy sajtótájékoztatón mutatták be a programokat a média képviselőinek, a főtámogatók is megszólaltak, és megjelent egy meglepetés vendég is. Szép Bence, a Gyógybornapok házigazdája üdvözölte elsőként a jelenlévőket, majd bemutatták az elmúlt évre visszatekintő, a Trio TV által készített kisfilmet. Dr. Németh Sándor, Bükk polgármestere elmondta, hogy a város egyre több programmal várja az ideérkezőket. Tóth Tamás, a Gyógybornapokat szervező Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár igazgatója elmondta, az előző évekhez hasonlóan most is rengeteg koncerttel, különféle programokkal több helyszínen várják a szervezők a kilátogatókat július végén Bükkfürdőre. Változások is lesznek. Hangulatelemeket, parti világítást szereltetnek, más lesz a színpadok és az árusok elrendezése is. Otthonosabbá szeretnék tenni a fesztivált. Tavaly valamelyik vendég mondta azt, hogy azért szeret idejönni a gyógybornapokra, mert ennek olyan kellemes hangulata van. Úgyhogy mi ezt a kellemes hangulatot szerettünk volna egy kicsit fokozni, illetve most minden sorban lesz egy színpad. És abban a sorban, ahol a gasztró sók lesznek, és ahol a letfal lesz felállítva, ott a kedves vendég, amikor nem gasztró show van, akkor a TV jóvoltából figyelemmel kísérheti az összes koncertet, hiszen minden koncertre lesz adva a letfalom. Úgyhogy már érdemes lesz akkor felállítani, tehát nem csak reklámhordozóként és egy órás műsorként, hanem egész nap üzemelni fog este. Tehát minden sorban lesz egy színpad. Egy helyre kerülnek a borászok. Sok vita volt a kollégákkal ezzel, hogy ezt bevállaljuk-e. Borszínpad, borászok, borutca, lehet akárminek mondani. A lényeg az, hogy a borszínpadhoz rakjuk a borászokat, és tényleg egy helyen legyen a kínálat. A többivel pedig elosztottuk azokat a gasztronómiai kiállítókat, kézműveseket, kézművessörösöket, pálinkásokat, akik eljönnek a fesztiválra a portékájukat bemutatni és árulni. Úgyhogy nagyjából ennyi az újdonság, illetve a sajtótájékoztatón elmondtam, hogy megszépül a történelmi udvar, hiszen tényleg egy huszita tábor lesz felépítve, illetve az Agóra Szombathelyi Kulturális Központ játszóháza, ez a Szent Márton játszóház is 3 napra kitelepül, tehát a gyerekek egy 150 négyzetméteres kalandjátékban játszhatnak majd. Spielenberg Andrea arról beszélt, hogy a Bükk Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesülettől 2013-ban jött az ötlet, hogy a zenei programok mellett lehetne egy gasztrosót is szervezni. Ez évről évre egyre jobban kiteljesedett. A tavalyihoz hasonlóan 2017-ben is külön színpadon két koncert között főznek híres, ismert emberek. A rendezvény egyik fő támogatója a Nestlé Büki állateleder gyára. Egy meglepetéssel készülnek a fesztiválra. Az egyik napot a Nestlé saját programjával fogjuk támogatni. Egy interaktív kutyasó lesz. Meg akarjuk adni azt a lehetőséget is, hogy információt szerezzenek itt az emberek a táplálkozásról és a kisállatokkal való bánásmódról. A házi állatok egészséges táplálkozásában Nestlé nagyon sokat investált, és azt láthatjuk, hogy ha a házi állatok és az emberek összejönnek, akkor az csodálatos kapcsolatot jelent. A Büki Gyógyfürdő ZRT nem csak támogatja, de be is fogadta a rendezvényt, hiszen a fürdő területén belül is lesznek programok. Akár a medencében ülve is hallgathatók lesznek a koncertek.
Tehát aki aznapra jegyet váltott, ők azok a vendégeink azon a napon. Természetesen már további térítést nem kell, hogy fizessenek a koncertekért. Gyakorlatilag a napi fürdőbelépőben ezek a koncertek benne foglaltatnak, ha így értelmezzük a kérdést. Több színpad is lesz a fürdőben, itt a gyógyfürdő részen, itt a parkban lesznek ezek felállítani. Ez így csókolom, jó napot, Tóth Ferenc vagyok. A sajtótájékoztatóra érkezett egy meglepetés vendég is. Tóth Ferencként mutatkozott be, de Hajdú Steve-nek hívják, és Harsányi Leventével fog főzni a fesztivál csütörtöki napján. Az ötlet úgy jött, hogy én nagyon-nagyon szeretek Bükkfürdőn lenni, és a Líviával találkozva egy filmforgatással kapcsolatban, aki a vendéglátónk volt, és hihetetlenül jól éreztük akkor is magunkat itt Bükkfürdőn. A Lívia egyszer csak így félvárról az ő stílusában, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy nem jössz el ide, lesz egy ilyen gasztró hetünk, egy ilyen nagy fesztivál, nem főztök valamit? És mondom, jöhetek a Harsányi Levi barátommal. És akkor a Líviának, mikor ezt mondtam, hogy a Levivel jönnék, akkor egyből rácsapott, hogy jó, akkor gyertek. Ez volt valamikor tél végén, és akkor pár hete hívott, hogy na, akkor jöttök tényleg. Mondom, Lívia, hogyha ezt te ilyen komolyan gondoltad már akkor, akkor persze, hogy itt a helyünk nekünk. A rendezvény mind az öt napon ingyenesen látogatható. A részletes programokat megtalálják és le is tölthetik a www.bukmsk.hu oldalon. A június 30-án megjelenő Büki újság pedig egy 12 oldalas gyógybornapokról szóló melléklettel jelenik meg. A sajtótájékoztató a Trio TV által készített promóciós videó bemutatásával zárult, melyet önök is láthatnak közéleti magazinunk végén. Hosszas várakozás után döntött a megyei önkormányzat az uniós forrású pályázatok sorsáról. Bükkváros három pályázatával szerepelt sikeresen, melyek megvalósítása rövidesen elindul. Dr. Németh Sándor polgármester a döntésekről és ezeknek a pénzügyi hátteréről beszélt. A területi és településfejlesztési operatív programban pályázhattak a vasi városok a fejlesztési elképzeléseikkel. Bükkváros önkormányzata három olyan területet látott, ami reális esély mutatkozott arra, hogy pénzt tudjon hívni, illetve olyan terület, amelynek a fejlesztése Bükkvárosában mindenképpen kiemelendő cél lenne. Az egyik az az iparterületnek a fejlesztése, hiszen bár fürdővárosként apostrofáljuk a települést és az is, azt azért látni kell, hogy az iparűzési adóbevételünk az döntően meghatározza a városnak a stabil gazdálkodását. Tehát amíg az idegenforgalmi adó bevételünk kismértékben, nyilván a válság hatására is, 2008-as válság hatására is, de kismértékben növekszik, addig az utóbbi 7-8 évben az iparőzési adóbevételünk erőteljesebb növekedést mutatott, és ez a megnövekedett kiadási oldalt, fejlesztéseknek az önerejét biztosítani tudta. Ezért, hogy ez fenntartható módon álljon rendelkezésre, ez a magasabb iparűzési adóbevétel, így a városnak az iparterületeit bővíteni kell, ipari fogadására alkalmassá kell tenni. Erre szolgált az a pályázati konstrukció, amely az iparterületek kialakítására, fejlesztésre, infrastruktúrális beruházásaira szólt ebben a TOP keretében. Erre Bükkváros önkormányzata egy 200 millió forintnyi igényt adott be, amelyet támogatásra talált az irányító hatóság. Ez a mezőgazdasági út Nestlé fog mögötti területéről szól, ahol már vásároltunk ingatlanokat, de amelyek ipari célra kialakíthatók, de maga a pályázat nem feltétlenül az ipari terület kialakítására szolgál, hanem az oda vezető utak, infrastruktúrák, vonalas infrastruktúra, tehát villany, közvilágítás, víz, gáz, szennyvíz kialakítása, csapadékvíz kialakítására szolgál, és mi is ezt szeretnénk elsősorban megvalósítani. Ebből ez még tervezés alatt áll ez a projekt, de körülbelül 600-700 millió az az összköltség, ami itt kinéz. Ezt tulajdonképpen szemléltetni akarnám, ez nem csak a holnapnak, hanem lehet, hogy a holnap utánnak készül, tehát ez több évtizedre meghatározza a Bükk ipar vonzó képességét, hogy ott tudunk kialakítani olyan alapinfrastruktúrát, ami az ipar fogadására alkalmas lehet. A csapadékvíz rendezését is ott a felsőbüki részen ez biztosíthatná, hiszen egy új vonalon onnan el tudnánk vinni a csapadékvizet közvetlenül a Répcébe a főút alatt. A másik topos pályázat, az ha sorrendben megyek, mármint az összeg sorrendjében, egy 100 millió forintos értékű nyert pályázat,
Az összberuházás ennél több lesz valószínűleg, sőt biztosan. Ez a Városháza parkjának a rendbetétele lenne. Ez egy úgynevezett zöldváros program volt. Erre Bükk nem biztos, hogy erre pályázott volna, de ez a lehetőség mutatkozott, így mindenképpen a képviselőtestet úgy gondolta, hogyha jelentős támogatási intenzitással, mértékkel hozzá tudunk jutni forráshoz, akkor ne hagyjuk ki. Ezért a Városháza parkot terveztettük. Egy tervezői költségbecslés alapján annak a rendbetétele, kialakítása olyan 120 millió forintot venne igénybe. Ugye ehhez jön a 100, ehhez jönne az a 100 millió forint, amit most pályázaton elnyertünk. Ebbe benne foglaltatik a Lécszenti tanösvénynek a folytatása a park területére. Aztán ott virág ágyások, a sétányok burkolása tartozna bele. Aztán a Széchenyi utcának a pályabejárata és a kocaház közötti szakasza teljes egészében felújulna, beleértve a járdát is, és ugyanígy a torkossor is, és ez az útfelületet tartalmaz egyelőre. A képviselőtestület azt szeretné, ha egyúttal a torkossoron a 40 évvel ezelőtti víz- és csapadékvízcsöveket is kicserélnék. A soproni vízművel folynak erről a beruházás részről a tárgyalások. A harmadik terület az pedig a fürdői csapadékvíz elvezetésnek a kérdése. Az már többször is szerepelt képviselőtestület üléseken, közmeghallgatáson, interjúk során, hogy a Bükkfürdő városrészen a csapadékvíz rendszert azt vagy rekonstruálni kell, vagy olyan részein, mint a belső termálkörúton ki is kellene építeni. És ennek az összköltségvetése a 400-450 millió forint lenne. Ehhez tudtunk a TOP keretén belül 50 milliót szerezni, illetve az egyik adósságkonszolidációban részt nem vett települések számára kiírt pályázati körben 112 millió forintot már kaptunk rá, az a számlánkon van. Ez azt jelenti, hogy 162 millió külső forrással tudunk nekiállni, és akkor hozzátennénk ehhez a saját erőt. Ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen a földben lévő infrastruktúra, csapadékvízrendszer a fürdőn rendben lenne ezzel a fejlesztéssel, kivéve a kis üdülők területét, mert ezt nem tudtuk kezelni ebben, nagyon szűkek az utcák. De a többi részen ott ezt rendezni tudnánk, és az azt jelenteni, hogyha a GINOP keretén belül a főtéri pályázatunk összejönne, tehát a fürdő központi részének a kiépítése a látogatóközponttal, burkolt felülettel, akkor az már erre a alapinfrastruktúrában megújult térségre, területre tudna rátelepülni. Tehát akkor azt gondolom, hogy a sorrendet megint jól betartva minőségi munkát tudnánk végezni a fejlesztéssel. Tehát összességében értékelve a terület és település fejlesztés operatív programra három támogatási igényt nyújtottunk be, tehát három pályázatot, összesen 350 millió forint igénybe, és ez maradéktanul elnyerte a döntéshozóknak a tetszését, illetve támogatását. A Füves Center pálya és a Műfüves mellett egy új, teljes értékű pályát adtak át vasárnap a BTK ifi mérkőzésének szünetében. Edzőterületnek indult, de hivatalos méretű, MLS hitelesített pálya lett belőle. A BTK Merselvát ifi mérkőzés szünetében került sor az edzőpálya hivatalos átadójára. Tóth Tamás, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár igazgatója és dr. Németh Sándor polgármester köszöntötte a vendégeket. A mostani beruházás, amelyet itt átadhatunk, és most már játékosok is birtokba vehették, több mint 16 millió forint összköltséggel készült el. Ebből, ahogy a Falusi Péter úr mondta, valamivel több mint 5 millió forintot adott a társasági adó keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve lehetőség volt összeszedni a társasági adó keretén belül. A fennmaradó rész pedig Bükkváros önkormányzata biztosította, mint amelynek intézménye a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár működteti a sportcentrumot, és így a létesítmény is a többivel együtt az ő működtetésében fog állni. A pálya kiépítésére akkor nyílt lehetőség, amikor sikerült itt még területet vásárolni, és a cipőkanállal is, de sikerült ide beilleszteni ezt a pályát, ami azt gondolom, hogy nagyon szép és jól kiegészíti a másik kettőt, az élőfüvest, illetve a műfüves nagypályát, és jól illeszkedik abban a sorban, hogy az elmúlt esztendőkben sikerült a sportpályát, sporttelepet bővíteni, akár a tárolóhelyiségre gondolok, akár a kerítésre, kapukra, akár a műfüves pályára, illetve a
a mostani új élőfüves pályára. A szabványméretű utánpótlás mérkőzésekre licenszel rendelkező pálya hossza a szabványméret minimuma, szélessége pedig az előírások maximuma. 2015. decemberében adtuk át a kivitelező Flortox Kft.-nek a munkálatok megkezdéséhez az új edzőpályának a területét, de az előzmények ennél korábbra nyílnak vissza. 2015 tavaszán nyílott lehetősége a Bükki önkormányzatnak arra, hogy plusz területet vásároljon, ezzel megnövelje az alapterületét a Bükki Sportcentrumnak, ez megtörtént, és először csak edző területet szerettünk volna készítetni, de időközben a megnövelt terület jóvoltából lehetőség nyílott arra, hogy egy méretes szabvány edzőpályát készítessünk. Ez meg is történt. A szabvány méret az 90x68-as, ugye a pálya méreteknél tólig méretben gondolkodnak, a 90 a minimális hossza a pályának, a 105 a maximális, a szélességben pedig az 55 métertől a 68 méterig beszélhetünk szabványos pályákról, amiénk szélességében 68 méter széles, tehát szögletek, beadások, bármi modellezhető, akár vendégcsapatoknak, akár hazai csapatoknak. De visszatérve a gondolatmenet elejére, 2015. decemberében megkapta a kivitelező Flortox Kft. A munkaterületet. 2016 tavaszára jutottak, sőt kora nyarára jutottak abba az állapotba, hogy befüvesítsék a pályát, és közel egy esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a fű meg tudjon erősödni, illetve mi az altalajt, a Bükki Sportcentrum, a Bükki Művelődési és Sportközpont könyvtár tavaly ősszel és idén tavasszal is igyekeztünk javítani, méghozzá tőzeg utánpótlással, homok utánpótlással, hasítással, illetve a vízelvezetéssel is voltak némi nemű problémák, amit időközben sikerült megoldanunk. Bár a megyei bajnokság küzdelmei véget értek, de az edzőpályán, a műfüvesen és a centerpályán is egy új szezon indul. Számunkra a sportturisztika tekintetében most kezdődik csak a szezon, és azt örömmel mondhatom, hogy idén is azért bőven lesznek vendégeink. Ami konkrétum, a bronzérmes, bajnoki bronzérmes és kupa induló, a 11-esekkel alulmaradó vasas csapata készül majd nálunk 10 napot. Ők ugye korábban kezdenek tekintettel arra, hogy az Európa Ligában érdekeltek, és az Európa Liga mérkőzésük az korábbra esik, mint az NB1-es bajnoki nyitány, ami idén július 15-e szombat. Ezért ők most 16-ától edzőtáboroznak nálunk, utána érkezik a Sepsiszentgyörgyi csapat, a székely csapat, amely feljutott a román első ligába hatalmas nagy bravúrral, 6 év alatt, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 osztályt ugorva, szinte szín magyar csapattal ők fogják a következő szezonba képviselni a magyarságot. Ők edzőtáboroznak majd nálunk, de itt lesz a Ferencváros komplet utánpótlása, hogy az utóbbi években már megszokott az U14-es korosztálytól, tehát a nagypályás korosztályoktól egészen az U19-es korosztály. Jön osztrák alacsonyabb osztályú csapat, de azt is el tudom mondani, hogy július 5-én a bajnok csapat, a Budapest Honvéd játszik nálunk egy edzőmérkőzést, felkészülési mérkőzést, a szintén bajnokok ligájában érdekel CSKA Moszkvával, ami az előző körben is bajnokok ligájás csapat volt, és idén is az orosz bajnokságban második helyen végzett. Illetve a Vasas is közönségszórakoztató meccsre számít majd a Haladás ellen, szombaton 24-én, június 24-én lesz ez a mérkőzés. Ugyanakkor arab csapatokkal is tárgyalásba állunk még, de ez valószínűleg egy pár hét múlva fog realizálódni, hogy ki mikor érkezik, mert hogy itt a Ramadán lesz fontos szerepet játszik ebbe a kérdésbe, valószínűleg ők augusztusban jönnek majd. Ősszel folytatódnak a munkák a sportpályán. A következő, amit tervezünk, az maga az épületnek a átépítése, illetve újraépítése, amelyel a sporttelep ismételten azt a versenyelőnyét visszanyerheti, vagy megtarthatja, ami miatt az elmúlt két évtizedben nagyon sok vendégcsapat, edzőtáborozó csapat is felkerest, illetve felkeresi a városunkat, illetve a létesítményeket. Vereség nélkül zárta a tavaszi szezont a BTK megye 2-es foci csapata, de ez sem volt elég a bajnoki címhez. A vasárnapi utolsó bajnoki mérkőzés a Merseváth elleni 5-1-es győzelem után a pályán durrant a pezsgő. Imrő János szakosztályvezető és edző volt a stúdiónk vendége. A télen volt egy kis mozgás a csapatnál. Elkerültek az egyesületünk labdarúgó szakosztályától olyan fiatal emberek, akik nem játszottak annyit a csapatban, és ezért elég negatívan álltak az egész történethez, és utána a nyugalom költözött az öltözőbe.
a pótlásukat úgy sikerült megoldani, hogy véleményem szerint jobb képességű labdarúgók érkeztek, és mindenki motivált volt a munkára, hiszen ki szeret vesztes csapatban lenni, ki nem szeretne jobb csapatban játszani, illetve eredményesen. Már az edzőmérkőzések mutatták a változást, jobb lett az összjáték a fiúk között, idősebb labdarúgók érkeztek, akik higgasztották, hogy így fogalmazzam meg a fiatalokat, és 10 edzőmérkőzésből 9-et megnyertünk, így vágtunk neki a tavaszi szezonnak, és ebből a lendületből mentünk tovább. Mindig csak egy-egy mérkőzésre terveztünk előre, hogy a következő meccset jó lenne megnyerni, mert akkor az már jobb lesz mind az ősszel. A végén végül is a fiúk magasra tették maguknak a mércét, és összesen 2 döntetlenünk volt, és a többi mind győztes mérkőzés, tehát 15 meccsből 13-at megnyert a csapat, és 2 döntetlent játszott. 18 pontos hátrányban voltunk a szezon elején az ikervárjakkal szemben. Ezt sikerült 3-ra lefaragni, vagyis 15 pontot hoztunk az első helyezetten. Nyilvánvalóan engem is meglepett ez a dolog, bár titkon számítottam rá, hiszen egy egész év kemény munkája azért ebbe benne van, és a munka nem mindig akkor térül meg, amikor befektetik, hanem azért kell vele egy kis kifutás. Tavaszra beérett a történet, és vidám véget ért. Milyen hátteret tudott biztosítani mindenhez az Egyesület, a BTK, illetve az önkormányzat a sportterepen keresztül? Abban a szerencsés helyzetben vannak a biki labdarúgók, és ezt minden korosztályra értem, hogy a környéknek a legkorszerűbb létesítménye áll rendelkezésre, ami nagyszerűen karban van tartva, és folyamatosan fejlesztések zajlanak rajta. Úgyhogy például télen mindenki velünk akart edzőmérkőzést játszani, hiszen ott van a műfű. Ez az előnyünk megvolt, mi folyamatosan edzésben voltunk, amíg jó néhány kisebb település egyesülete a bajnokság előtt pár nappal kezdett el dolgozni. Tehát mi lendületből mentünk ennek az egésznek. Van esély feljutásra, illetve akartok-e feljutni? A bajnokság verseny kiírásában úgy szerepel, hogy egyenes úton a csoport elsők jutnak tovább. Tehát az Ikervár nyert, ezért őneki egyenesági joga van arra, hogy a megyei első osztályú bajnokságban szerepeljen, és ők is váltották a licencet korábban. Éppen azon tanakodnak ők is, hogy mi legyen, elinduljanak-e a bajnokságban vagy sem, mert az utánpótlás csapatjaikkal gondok vannak. Tehát játszottak ott a fiatalok a bajnokságban, és menet közben kizárták őket, mert nem álltak ki kellő létszámmal sokszorosan. A második helyezett csapatnak akkor van lehetősége, hogyha Sárvár mondjuk feljut, vagy itthon marad, tehát ilyen dolgoktól függ, a megyei első osztályú bajnok a körmend. De ha nem esik ki a Sárvár, ugye, akkor gyakorlatilag nem jön vissza a megyeibe, akkor ott egy plusz hely van? Igen. Illetve az is benne van, hogy a körmendi csoportból egyetlen egy csapat sem váltotta ki a licencet, tehát ők nem vállalják a magasabb osztályba való lépést. A szombathelyi csoportban a Vasszécsény nyert, és ők indulnak, tehát ha így szép lassan kizárásos alapon nézem, akkor megvan annak a lehetősége, hogy második helyezettként is esetleg felkerülhetünk a megyei első osztályba. Június 16-án és 17-én, pénteken és szombaton Pusztacsóra, Malac Fesztiválra várják az érdeklődőket. Pénteken este 8-tól tábortűz mellett a Bogja zenekar és a Gencsi Néptáncosok műsora után a Bejó Táncegyüttes lép színpadra. Szombaton délben kezdődnek a programok. Lesz óvodás és gyermekműsor, Malac szépségverseny, fellép Bunyós Pityu, az este bulivar zárul. Maradunk a programajánlóknál. A 12. gyógybornapokról rendezett sajtótájékoztatón mutatták be az általunk készített Kesztyűnálló kisfilmet. A hangját Cirók Tamás kölcsönözte.
Gyógybornapok, Büki Gasztrofesztivál. Július 19-én szerdán a Nestlé Hungária Kft. Büki Purina állateledel gyára bemutatja a kutya vacsorája és a Well Hello. Mindenkinek saját plázán! Mindenkinek saját plázán! Mindenkinek saját plázán! Mindenkinek saját plázán! Csütörtökön színpadon a Soul Wave és a Tátrai Band. Pénteken Fenyő Miklós és a Takács Tamás Dirty Blues Band. Ma de jön a Hungária, ez egy régi mánia. Szombaton Anna the Barbies, Kis Csillag és Intim Torna Illegál koncert. Te vagyok Éva Mendez. Vasárnap a Büki Gyógyfürdő ZRT bemutatja Ocho Macho és Bohemian Betyárs. Elmondó fantasztikó, elmondó fantasztikó, elmondó fantasztikó szére. Fellépnek még Ferenci György és a Raka Jam, Solid Jazz Band, Anima Sound System, Török Ádám és a Mini, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Ed Phillips, Zaporozset, Pannon Cigány Zenekar, Mocha Tribute, gyermekszínpad koncertekkel, gyerekfoglalkoztatóval, játszóházzal. Történelmi udvar, korok, történetek, ételek, öltözékek. Gasztrosó minden nap neves művészekkel, média személyiségekkel, séfekkel, zenészekkel, gasztrobarátokkal. Mindez humorral, illatokkal és kóstolóval. Hadd főzzek ma magamnak, hadd főzzek ma magamnak. Koncertek és gasztrosó élőben óriás kivetítőn. A Megye Fesztivál központjában Bükkfürdőn, július 19-től 23-ig. Kultúra, gasztronómia és minőségi szórakoztatás. A Megye Fesztivál központja, július 19-től 23-ig, Bükkfürdő. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunántúl.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunántúl címen is. Viszontlátásra!